16 éve indította útjára a Kereskedelmi és Iparkamara a fodrász, kozmetikus, műkörömépítő és díszítők szakmai versenyét. A verseny mára már nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen számos külföldi országból, Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából is érkeztek Nyíregyházára a szakmák versenyére. A Váci Mihály Kulturális Központban vasárnap megrendezett 16. Szabolcskupán 160 versenyző vette fel a versenyt a legjobb szakmai helyezésekért. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó szakmai lehetőség arra, hogy a felnőtt szakemberek, illetve a tanulók egymással találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek. Az idén még workshopokkal is bővítjük ezt a versenyt, és a szakma résztvevői számára nagyon fontos és érdekes előadásokat szerveztünk, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek, megnézzék az új technikákat, trendeket, tanuljanak egymástól, és kapcsolatokat építsenek. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kitáruljon egy kicsit a világ, és bízom abban, hogy egy előkészítése annak, hogy az idén Magyarországon kerül megrendezésre a Euroskills verseny, ez év szeptemberében, amire minden szakembert, illetve minden érdeklődőt szeretettel vár a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Euroskills verseny két évente rendezik meg a Worldskills Europe szervezett tagállamainak egyikében, ahol a kontinens legfelkészültebb fiatal szakemberei versenyeznek egymással az Európa legjobbja címért. A vasárnapi kupán is számos kategóriában kellett maximálisan megfelelnie annak a versenyzőnek, aki dobogós helyen szerette volna végezni és hazavinni a 16. Szabolcskupát. Sok kategória van, de ami most legelőször indult, ez a Marcel Wiss hullám. Ez egyébként egy nagyon nagy sikernek örvendő versenyszám, hisz ez a szakmunkás tanulóknak a verseny és az évvégi vizsgájában is benne van. Tehát itt azért megmutathatják azt, hogy valójában hogy készítik ezeket a hullámokat. Ezt csak kézzel és samponnal, vagy akár balzsam segédeszközzel, vagy anyaggal tudják létrehozni ezt a hullámokat. Ez picit hasonlít a Marilyn Monroe féle hullámokra, talán egy jobban lehet beazonosítani ezt a kategóriát. De nagyon nagy divat örvendnek a Borbély csata, tehát a Barber csata, ami igazán most fénykorát éli, és hát azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sokan versenyeznek ebben. Hát itt azért ugyanúgy a kreativitásokat meg tudják mutatni, kinek ami szimpatikus, és ami tud belevinni a hajba. Valaki még egy picikét a haj tetoválást is beleviszi. Ez természetesen egy díszítő elem, erre van lehetőség megmutatni egy önmagát, amire igazából az ő tehetsége kimutatkozik. És azt tudom mondani, hogy nagyon nagy divatnak örvend még a konyhkészítés, vagy akár a fonással készített nappali vagy esti frizurák. A szakmunkás vizsgatételeket szigorú szabályok szerint pontozták a zsűritagok. A szabad kategóriáknál, mint például a konyh és a hajfonás esetében, a kreativitást és egy nemzetközi trendet figyeltek a szakma kiválóságai.